Az Országos Erdészeti Egyesület és a SEFAG ZRT közös szervezésében 2022. december 3. napján került megrendezésre a Télváró Családi Sportnap a Zselici Csillag Parkban. A téli eseményen erdei programok népszerűsítették a zselici erdőkincseit. Egy kiváló kollektíva szervezi ezeket a futónapokat, most már évről évre. Eddig tavasszal rendeztünk futónapot, most pedig felkértek, hogy egy télváró családi sportnapot szervezzünk. A fő attrakció az a 15, illetve a 6 kilométeres futótáv, amely aszfaltozott, illetve kövezett időjárás biztos úton zajlik, hiszen ilyenkor már az erdő talaja nagyon fel van ázva. Mai napon, akik érkeznek, nem csak futók, nem csak sportolók természetesen, hanem az ő kísérőik is, futhatnak is, persze 6 kilométeren, illetve 15 kilométeren, itt a Zselici erdőben, gyönyörű szép tájakon, mert hiszen a téli erdőnek is természetesen van vonzereje, és aztán aki nem szeretne futni, vagy csak kísérőként jött el ide hozzánk, annak készültünk íjászkodással, lovaskocsi túrákkal, már el is indult az első itt a Zselicben, illetve lehet egy gyalogos túrát is szerveztünk, visszatért hozzánk Pintér Otto, a Zselici Erdészet nyugalmazott igazgatója, és ő fogja kalauzolni azokat, akik csak az erdőben szeretnének sétálni. Mintegy 98 ember regisztrálta a mai napra, futók és kísérőik. Természetesen nem az első, és reméljük nem is az utolsó rendezvényünk nekünk, hiszen minden évben, most már az idei volt a 6. évünk, amikor a nyárköszöntő futóversenyünket megszerveztük, azt májusban természetesen a nevéhez híven, illetve azt megelőzően egy hónappal, nem csak mi a SEFAG ZRT társ szervezésével, egy kerékpáros egyesület pedig egy most már országos hírű kerékpárverseny. Tehát azt gondolom, hogy itt a Zselicben igenis van hagyománya a sportnak, az erdőjárásnak, a kerékpározásnak és a gyalogos forgalomnak is természetesen. Az Országos Erdészeti Egyesület másfél évvel ezelőtt indította el a Sportolj Tudatosan az Erdőben című projektjét, aminek nagyon sok programeleme van. Ennek az egyik eleme, ez a Fedezd fel hazánk távoli erdőit, ennek már több állomása volt, kezdtük a Balaton felvidéken, jártunk a Naszájba, a Visegrádi hegységben, jártunk Zalában, és most 5. alkalommal ide a Zselicbe látogattunk el, és itt egy erdélyi családi napot rendeztünk. Szeretnénk az emberekkel, az erdőben sportoló emberekkel az erdőt megismertetni, az erdélyi ökoszisztéma működését megismertetni, meg egyáltalán az erdészeknek a tevékenységét. Miért van szükség erdészekre? Nyilván fontos az, hogy a szakmánkat mutassuk másoknak, nagyobb legyen az elfogadottságunk, de ami még nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, hogy az ember valamit ismer, azt utána meg tudja szeretni, hogyha ha érdemes rá az erdőt, elkezdjük megismerni, megszeretjük. És amit szeretünk, azért már utána tenni is fogunk. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a lakosság tegyen az erdőkért, szerepet vállaljon mindenki a hazai erdőknek a fennmaradásába, megmaradásába, szépülésébe, azaz kell, hogy megmutassuk a lakosságnak, hogy mit tudnak ezek az erdők, mit rejtenek ezek az erdők, és megszerettessük velük az erdőket. Rendszeresen futok, igen, körülbelül 5 éve kezdtem el úgy komolyabban, és nem számít nagyon, hogy tél vagy nyár van, időtől függetlenül 10 kilométereket, 20-at, mikor mennyit. Hát ez egy családi program nekünk, a gyerekek is itt vannak, a kutyát is hoztuk természetesen. Így év végéhez, karácsonyhoz közeledve, mindenkinek szeretnék valami szépet, valami jót kívánni, és azt kívánom az erdészeknek, hogy nagyon sok sikerük legyen az elkövetkezendőkben, egyre nagyobb megbecsülésük legyen a lakosság körébe. A lakosságnak pedig azt kívánom, hogy minél több boldog percet, kellemes kikapcsolódást tudjon ezekben a gyönyörű hazai erdőkben tölteni.